tudott-e arról az egyességről, ami történt Ézsau és Jákob között, de tudjátok nagyon jól, hogy Ézsau kérésére, hogy Jákob kieszközölte, de elvette az elsőszülöttségi jogot. Izrael népének életében az elsőszülöttségi jognak és áldásnak nagyon nagy jelentősége van. Úgyhogy egyértelmű, hogy abban az időben nem úgy volt, mint most van törvényekkel, meg írott törvényekkel, meg törvényszékkel, hanem egyszerűen a kimondott szó, a kimondott beszéd, az mindennél többet ért. És tudjátok, hogy Ézsau hazajöve a vadászatból, ki volt kegyetlenül fáradva, az életet szinte úgy mondom elvetette magától, és egy tál lencséért eladta elsőszülöttségi jogát. Tehát Izsáknak ebben témába kellett volna legyen. Ő, mint apa, mint jó apa, egyértelmű, hogy ezt tudnia kellett volna. És akkor azt is tudnia kellett volna, hogyha most már Ézsau eladta az elsőszülöttségi jogát, akkor ez a Jákobé lett volna, ez az áldás. Igazából Jákob kellett volna megkapja az áldást. És ezt Izsák így kellett volna elképzelje, elgondolja magába. Az természetes dolog, hogy Ézsau volt az elsőszülött. Az természetes dolog, hogy Ézsau volt, aki az akkori íratlan vagy írott törvények alapján birtokolnia kellett volna az áldást. De valahogy megfordult a dolog, és mivel nyilván, hogy nem adhatta volna el, nem tette volna Ézsau, eladhatta az elsőszülöttségi jogát, eladta, és akkor Jákob teljesen jogosan élt azzal, hogyha az apja nem adta tudatosan neki az elsőszülöttségi áldást, akkor most azt elvegye. A mód az egyértelműen nem volt helyes, és senkinek se ajánlom ezt az elsőszülöttségi áldásnak a módját, vagy az ilyen módot az áldás elvételére. Tehát nem olyan szempontból szeretnék beszélni erről az ígéről, mint amilyen szempontból az történt. Tudjuk nagyon jól, hogy az anya és a fia összeesküvése alapján, ugye hazugsággal, csalással Izsákot becsapták, és kérdezve Izsák, hogy ki vagy, fiam, te vagy? Én vagyok Ézsau. Hát ő Jákob volt. Tehát egyértelmű. Tehát ezt teljesen nem írjuk alá, teljesen nem értünk egyet vele, de szeretném az isteni szemszögből megvilágítani ezt a dolgot, és szeretném felfedni a másik oldalát is a dolgoknak, amiről a Biblia burkoltan beszél, azért, hogy tanuljunk meg valamit. És lehet, hogy a ma estének nem sok lesz a tanítása, vagy nem sok lesz az, amit észbe kell tartani, de amit az Úr a szívemre helyezett, azt elmondom nektek, és azt tartsátok észbe. Testvéreim, figyeljétek meg! Tehát még egyszer mondom, nem beszélek arról a módszerről, amivel Jákob bejutott az apjához. De végül bejut. Mi tudjuk azt, hogy Ézsau vadász volt. Mi tudjuk azt, hogy Ézsau vette a vadászszerszámait, és kiment a mezőre, és sokszor ott állt a mezőn, sokszor órákig vagy napokig ott ült kint a mezőn, és vadászott. Hogy aztán fogott, nem fogott, ez már az ő dolga. Elég az hozzá, hogy neki ilyen vad természete volt. Aláhúzom ezt a vad természetet. Pontos. Ellenben azt is tudom, hogy Jákob a másodszülött, de a bizonyos egyezkedés kapcsán elsőszülöttségi jognak a birtokosa, most már, az fölművelő ember volt, kezének munkájából élt, a földet dolgozta, és biztos, hogy a föld megfelelő időben megteremte az ő gyümölcsét. És Jákob élvezte azt a csendes, szelíd életet, és mondja is az ige, hogy Jákob szelíd ember volt. Ehhez még hozzáadom azt, amit Istennek ige mond a proféta által, hogy első pillanattól kezdve Isten kijelentette, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Még akkor is, ha Ézsau volt az elsőszülött, de Istennek a tervében most
ne úgy értsétek, hogy Isten meggyűlölte Ézsaut, mint embert, mert akkor kitörölhette volna az életből, hanem egyszerűen ez azt jelenti, hogy Jákob volt az, aki igazából az Isten munkáját végezte, az Isten munkáján, az Isten útján haladt tovább. Ézsau apja meg anyjának keserűségére volt. Ugye olvastátok ezt? És akkor mindenféle kananeusi leányt vett el, sőt magát a nagynényit is elvette végül is. Nos, testvéreim, csak azt akarom nektek ebből kifejteni, hogy Izsáknak ezt tudnia kellett volna. És Izsák ezt nem vette figyelembe. És ezért történt ez az egész történet, ami benne van a Bibliában, és azt mondja az ige, hogy a teljes írás is ilyentől ítletett, és valami szempontból nekünk hasznos. Na most lévén, hogy Jákob a mezőnek az embere, lévén, hogy Jákob az, aki fölműveléssel foglalkozott, aki ilyen módon végezte az ő munkáját, egyértelműen, hogy ezzel volt foglalatos. Na most figyeljétek meg Izsáknak áldását. Még egyszer hangsúlyozom. Ézsau vad természetű, vadászattal foglalkozó, kemény fegyverforgató ember, ha szabad így mondani, Jákob pedig szeri természetű fölműveléssel foglalkozó. És figyeljétek meg, mi történik. Az áldás, amit Izsák elmond, akkor a következő képpen mondja. Azt mondja, hogy megérezte ruhájának szagát, megállotta őt, és mondta: lám, az én fiamnak olyan illata, olyan, mint a mezőnek illatja, amelyen megállotta az Úr. Aztán tovább. Abba adjon az Isten te neked ég harmatából, és földnek kövérségéből, és gabonának és bornak bőségét. Figyelitek, testvéreim, hogy mit áld meg Izsák a Jákob szempontjából? Jó lehet, Ézsaunak gondolta, azt hitte, hogy Ézsau, de figyeljétek meg az áldást, egy földművelő áldása. Egy olyan áldás, ami mintha Izsákon keresztül származik, de nem Ézsaura száll, nem Ézsaura vonatkozik, hanem Jákobra vonatkozik. Figyeljétek meg, hogy mindennek ellenére, akár az Izsák tudatlanságát vettük figyelembe, vagy gondatlanságát adott ponton, és mondjuk úgy a látása miatti helyzetét, akár Jákobnak a csalására vonatkozunk, az áldás minden szempontból Jákobnak az áldása. Ő volt a földművelő ember. Na most, testvéreim, Isten olyan jól tudja, hogy mire van neked és nekem szükséged. Bármilyen helyzetbe kerülsz. Bármilyen tévedést végezel, Izsák. Bármilyen téves helyzetbe, bármilyen összeesküvés jönne ellened, vagy bármilyen kellemetlen helyzetbe kerül az ember, de akit Isten meg akar áldani, már pedig Jákobot meg akarta Isten áldani, az elsőszülöttségi áldással, teljesen egyértelműen olyan áldást kapott. Testvérek, úgy gondolom, hogy ezt el kell nektek mondjam. Utolsó időkben nyilván fogunk kerülni ilyen kellemetlen helyzetbe. Amikor valaki csak ezt, vagy valaki csak azt mond reánk. A Biblia azt mondja, maga az Úr Jézus mondta, amikor itt volt a Földön, hogy eljönnek azok a napok, amikor halálra adja testvér testvérét. Vagy amikor a menny az ő anyós ellen, az anyós az ő menny ellen támad. És lesznek ilyen helyzetek. Lesznek olyanok, amikor elárulja egyik a másikat. De ti ne törődjetek, ne gondoljatok semmire azon órában. Ne arra gondoljatok, mit szóltok, vagy mi történik, vagy mit mondatok majd. Mert jól tudja, ti mennyi atyátok. És az Úr azon órában megadja nektek, amit mondani kell. De hát testvéreim, úgy tudom menni, hogy minden összeesküvés ellenére, minden emberi gyengeség ellenére, minden kellemetlen vagy fordított helyzet ellenére, ha Isten áldani akar, akkor meg tud áldani téged. Ez egy olyan üzenet, amire neked és nekem szükséged van. Aztán következik egy másik dolog. Testvéreim, Isten az életünk től fogva áld meg bennünket.
Jákobról ismétlem, azt mondja az ige, hogy szelid ember volt. Ézsauról, hogy vadember. Na most, hogyha lapozunk a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéhez, ott megtaláljátok azt az igét, ahol azt mondja a 16-os, 17-es versben, ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megbettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét. Noha könnyhullatással kereste azt az áldást. Testvéreim, olvassuk még egyszer ezt az utolsó verset, a 17-est. Mert tudjátok, hogy azután is, amikor akarta örökölni az áldást, megvettetett. Miért? Ne legyen senki ti közületek istentelen vagy parázna, mint Ézsau. Mert nem találta meg a megbánás helyét. Na, a könnyhullatással kereste azt. Testvéreim, figyeljetek csak ide. Tudjátok, hogy nagyon sokan akarják az áldást, de nem megbánással? Nagyon sokan szeretnék, hogy juss, Uram, add! Uram, hallgass meg! Uram, cselekedj meg! Uram, ezt kérem tőled! Uram, azt kérem tőled! De hiányzik a bűnbánat. Hiányzik a bűnismeret az életünkből. Azt mondja az ige, hogy Ézsau vadtermészetű volt, és azt mondja majd később, hogy az anyja és apja keserűsége. A zsidókhoz írt levélben pedig azt írja, hogy Ézsau istentelen volt és parázna. Na, mit szóltok hozzá, testvéreim? Jákob egy szelíd ember volt, csendes ember, és miután elkerül Lábánhoz, 20 évig ott ül Lábánnál, és szolgál, először ugyan két feleségért, utána pedig a nyájáért, de azt mondja, hogy amikor kihívta a feleségeit, és beszél velük kint a mezőn, és készíti a szökését, azt mondja, hogy hűséggel szolgáltam atyátokat. Atyátok 10-szer is megváltoztatta a béremet. Ha megegyeztünk így, akkor megváltoztatta. Ha megegyeztünk úgy, akkor megváltoztatta. A nyáját megáldotta az Úr, mert maga Lábán ismeri el, hogy mióta te itt vagy nálam, Isten engem megáldott. A fiúk elismerik, hogy amikor Jákob őrzi a juhokat, akkor Isten megáldja azt a nyájat. És csupa erős juhokat ellenek, és szaporodik a nyáj, és így tovább. És mindezek ellenére, na jó, mi azt mondjuk most, zárójelben legyen mondva, hogy hát amit adott Jákob, azt kapta. Igen, így emberi ítélkezéssel. De hadd mondjam azt nektek, hogy én ott a Jákob szelíd természetét vélem kivenni. Jákobnak a szelíd természetére vonatkozó. És azt mondja Istennek így, hogy Jákobot szerette az Úr. Vajon miért szerette az Úr? Vajon miért? Még meg se született az Úr, már azt mondja, hogy szerette Ézsaut, meg gyűlölte. Testvéreim, ezért. Emlékeztek Kain és Ábelre? Ott is egy áldozatról van szó. Ott is egy áldozatról van szó. És figyeljétek csak, mi történik, testvéreim. Azt mondja az ige, hogy Kain hozott az ő földjének terméséből, Ábel hozott az ő juhainak első fajzásából, mindketten áldozatot hoztak az Úrnak, de az Úr tekintett Ábelre és az ő áldozatára, és nem tekintett Kainra és az ő áldozatára. És azt mondanak, hogy miért? Bocsánat. Sokan azt mondanak, hogy miért nem tekintett a Kainra és az ő áldozatára. És erre azt mondanák, hogy hát nyilván azért, mert a földnek a javaiból hozta, kezemunkából, és nem váltotta meg az állati áldozattal. Ez igaz. De figyeljétek csak, azt mondja Isten neki, miért Kainnak, miért csüggesztetted le a fejedet? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. De a bűn az ajtó előtt áll, rád leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Na, ez történt a Kain életébe, és ne haragudjatok, de ez történt az Ézsau életébe is. Ne legyen egyik se közületek istentelen, vagy parázna, mint Ézsau, aki egy tál lencséért eladta első szülöttségi jogát.
Utána már hiába kereste az áldást, nem kapta meg az áldást. Miért nem kapta meg, testvéreim? Mert nem érdemelte meg az áldást. Természete folytán. Testvéreim, az áldást akkor kapjuk meg, ha megbánjuk a mi bűneinket, és ahol nem bánta meg a bűnét. Nem bánta meg, hogy istentelen volt, nem bánta meg, hogy parázslasz volt. Ézsau volt Izsáknak és Rebekának lelküknek gyötrelme. Itt nem volt megbánás, itt nem volt bűnbánat, itt nem volt semmi, ami közelebb vitte volna őt az Istenhez. Itt egyszerűen egy rossz természetnek a megnyilvánulása volt. Azt én tudom, hogy Jákobnál volt bűnbánat. Legalábbis akkor, amikor felébredt az álmából, és azt mondta, hogy Uram, ha te visszahozol engem, ha te megadod, hogy velem leszel, és megadod, hogy ételem legyen, és ruházatom legyen, akkor mikor visszajövök, ezen a helyen foglak szolgálni, és mindenből tizedet adok. És hiszitek, hogy Istennek tetszett ez? Testvéreim, nagyon tetszett. És azért mondom nektek, hogy ez nagyon-nagyon érdekes dolog. Tehát, ha nincs először bűnbánat, ha nincs először bűnbánat, utána nincsen áldás. Ha nincs egy jó természet, egy isteni természet, egy új természet, akkor nem lehet isteni áldás. És az áldás kikapja meg, testvéreim? Hát nagyon egyszerűen. És azt mondja, tovább Istennek ígér, hogy nem csak ez, 7 áldást adott mondott Ézsau Jákobnak. Izsák, bocsánat. Tehát 7 áldást. Az első mezőillata, égharmatja, földnek kövessége, gabona, bor bősége, és most következnek az 5., 6., 7. áldás, nagyon érdekes. Népek szolgáljanak, nemzetek hajoljanak meg előtted, uralkodj atyád fiain is, és aki téged áld, azt megáldjuk, aki téged áldoz, azt megáld. Na most, testvéreim, ez Ábrahámnak áldása. Ez az az áldás, amit Isten adott Ábrahámnak, ami Izsákon keresztül szállott az ő fiára, Jákobra. Nos, erről van szó, testvéreim, hogy Isten teljes áldással áld meg bennünket, ha ő úgy akarja. Ő azért áldotta meg Jákobot, mert szerette, és ott gyűlölte. Ő azért áldotta meg Jákobot, mert Jákobnak jó volt a természete. És azért áldotta meg Jákobot, mert Jákob megtalálta a bűnbánat útját. Hogy nyilvánult ez meg, testvéreim? Emlékeztek, mikor jött visszafelé, a sereget 2 részre osztotta, és 2 csapatot küldött elé ajándékkal Ézsónak. És mi volt az első mondása, mikor találkozott vele? Jóra. És meghajtotta magát először, másodszor, harmadszor, negyedszer a földig. Ez a bűnbánatnak a jele volt. Ez a bűnbánatnak a jele volt. Testvéreim, ez pontosan olyan, mint a Péter esete. Péter is megtalálta a bűnbánat útját. Kiment és keservesen sírt. Nem úgy sírt, mint Ézsau. Ézsau dühébe sírt. Ézsau dühébe jajgatott. És belekapaszkodott az utolsó szalmaszálba is. Atyám, hát nincs csak ennyi áldásod volt neked, nincs neked még egy áldásod. Értitek, testvéreim? És hadd mondjam nektek, ez az érdekes, ez a csodálatosan érdekes dolog, hogy Isten ennek ellenére jó, hogy megáldotta Ézsaut is, mert olvastuk itt, azt mondja, felel azért Izsák az atya, és mondta neki, íme kövér földön lesz lakásod, és részed lesz az ég harmatjából onnan felül, és fegyvered után élsz, és öcsédet szolgálod. Nem olvastam a másik mondatot is, de az úgy hangzik, hogy de részed, amikor ellene támasz, letöröd igáját nyakadról. Tehát ezért van az, hogy az Ézsau leszármazottai, az edomiták, az arabok, ha úgy akarjátok, egyértelműen szabadulni akarnak Izraeltől. Én nagyon el vagyok csodálkozva ezen a legutolsó szövetségen, amit Izrael kötött az arab emirátusokkal,
és nagy híres szövetség, ezt előztették minden média csatornán, ugye, hogy Izrael az arabokkal milyen szövetségre lépett. A Bibliában azt írja, hogy az utolsó időkben az Antikrisztus megpróbál Izrael népével egy időre szövetséget kötni. Tehát valahol bibliai történik. De ez csak az araboknak a hamis fogása, azért, hogy próbálják valamiképpen Izraelnek az uralkodását lecsapni az anyagukról. De ne felejtsétek el! Azt mondja Istennek ígéje, hogy Izrael uralkodni fog. Azt mondja Istennek ígéje, hogy Izraelt Isten nagyon szereti. És Ézsaut gyűlöli. Tehát testvéreim, nincs olyan, hogy az arabok uralkodjanak Izraelen. És nekünk pedig nemzeteknek azt mondja Istennek ígéje, hogy aki áldja Izraelt, az áldott lesz. De hát testvérem, ezt is tanulom ebből az igéből. És valahol csodálatos ez az ige. Mondom nektek, hogy magának az igének egy olyan nagyon érdekes bűnügyi oldala van. Van ebben csalás, van ebben hazugság, van ebben összeesküvés, van ebben sok minden, ami miatt ezt a történetet sokan azt mondják, ki kellett volna vegyék az igéből. De azt mondom nektek, hogy nagyon jól tanuljuk meg, hogy Isten előtt mi számít. Isten előtt a töredelmes, bűnbánó szív. Ezt nem veted meg, ó Isten. Isten előtt azt számít, hogy ő szeressen téged, azt mondja, hogy szerettelek. Azt mondja az Úr Jézus az ő tanítványaira vonatkozólag János 13. fejezetében, hogy szerette őket, mindvégig szerette őket. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és Jézus Krisztus elmondja, hogy ő választotta a tanítványokat, mert szerette őket. Testvéreim, olyan csodálatos dolog. Ezért, tudjátok, nekünk az a feladatunk, hogy beálljunk Istennek az útjára, hogy beálljunk Istennek a követésébe, és az ő útjáról el ne térjünk se jobbra, se balra. És meg vagy győződve, hogyha így haladunk, akkor meg lesz az életünkben az, amit Isten eltervezett. Azt hallottam a héten egy bizonyságtétel, hogy igenis, Istennek van forgatóköve mindannyiunk élete számára. Istennek van mindannyiunk számára egy bizonyos tervezete az életünkre vonatkozóan. Testvéreim, akkor tudjuk ezt beteljesíteni, hogyha megértjük. Nehéz helyzeteken megyünk keresztül. Senkit se tanácsolok, hogy úgy szerezze meg az áldást, mint ahogy Jákob szerezte meg. De meg vagy győződve, testvéreim, hogy Isten különleges gonddal fordul felé. Istennek így azt mondja, Jézusnak szavai ezek. Hogy Jézus mindent, amire szükséged van, megadja. Jól tudja, ti mennyeltjátok, mindezekre nektek szükségetek van. Ha ő eltartja a mezőnek liliomait, ugye, és öltözteti azokat, akkor mennyivel inkább titeket? Ha ő eltartja az ég madarait, és eteti azokat, bár nem aradnak, mennyivel inkább titeket? Testvéreim, azt mondja az ige, áld nektek a nyomorúságban, a keserűségben, vizet, kenyeret. Isten mindennel el fog látni, amire szükségünk van. Ne féljetek, testvéreim, Isten nem hagyja el az övéit. Neki különleges gondja van reánk. Azt mondja az gyülekezeteknek, így mondja mindegyiknek, hogy tudom a te dolgaidat, ismerem, tudom tűrésedet, ezt, azt, amat. Testvérem, ha te természeted Isten szerinti, ha te Isten szerint élsz, és úgy élsz, ahogy őnek is tetszik, én meg vagyok győződve, hogy Isten csodálatos áldása megnyilvánul a mi életünkön. Egyre vigyázzatok! Ne legyen senki közülünk istentelen vagy parázda, mint Ézsau. Ne legyünk olyanok, mint Kain, aki lecsüggesztett fővel járt, mivel valami olyasmi volt az életében. Ne legyünk olyanok, akik ne találnak meg a megbánás útját, mint Judás, aki elment és felakasztotta magát, hanem legyünk azok, akiknek természetünk is Isten szerinti, az az indulat legyen bennetek, legyünk olyanok, mint akik követjük az Urat minden körülmények közt, és Isten nagyon-nagyon meg fog áldani bennünket. Ne felejtsétek el, lesz áldás, ha van jó természet, ha van Isten követés, ha van Isten szeretete, ha van bűnbánat. Amen. Gyertek, álljunk hozzá. Testvéreim, úgy elgondolom, hogy a mi életünkben sokszor vannak dolgok, amiktől meg kéne szabadulni. Gyertek, jöjjünk az Úr szín elé. Tartsunk egy önvizsgálatot. Hallottuk azt, hogy mérlegre állít az Úr bennünket.
mielőtt mérlegre kerülnénk, mondjuk azt, hogy vizsgálj meg engem, ó Uram! Vizsgálj meg engem, engedjük be Isten lelke, vizsgáljon bennünket! Gyertek, hajtsuk meg fejünket, egy szívvel érekkel, mindannyian hangosan majd Lóri testvér, hálát mond ezért az életet. Halleluja! Atyám, dicsőjtek tegyed áldott, magasztalat tőlem, szívem őt, mert a kedves meg, mert a kegyelmes meg, szükségünk van tenni, és Hálaadjuk, Uram, és köszönjük, Uram, hogy a mai estén jelen volt ezen a helyen. Kérlek, Uram, áld meg, Uram, ezt a helyet, ami jelent vagyunk, Uram, és kérlek, Uram, Te vezérelj minket. Köszönjük, Uram, hogy az áldást, Uram, Te tőled kapjuk napi nap, Uram, és érezzük, Uram, hogy Te teljes áldásra az a Te létednek. Kérlek, Uram, tovább, Te őrizd minket, Uram, Te vezess minket. Kérlek, Uram, nagy belátást nekünk minden dologba, és Te légy az, Uram, aki vezetszik a Szent Lelked által. Köszönöm, Uram, hogy Te szeret minket nap, mint nap, és Te mindig velünk vagy. Kérlek, Uram, áld meg mindazokat, akik a mai estén jelen voltak a Te házadban. Halleluja, és a következő héten is, Uram, Te légy velünk. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek.